A Pegazus ügyet azt maguk találták ki. Maga megfigyelés még nem árt senkinek. Azért, mert valaki baloldali, attól még lehet hazáruló. Kövér László házelnök a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 30 éves évfordulóján azt mondta egy ünnepség keretében titkosszolgálati vezetők előtt, hogy az ellenzék jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot. A magyar politikai osztály egyik része önrendelkező államban és öntudatos nemzetben gondolkodik, ilyenben hisz és ilyenért dolgozik. A politika másik része pedig az önfeladó állam és önmarcangoló nemzet politikai hagyományának jegyében cselekszik. Tisztelt kollégák! Én ezt a politikai helyzetet tartom a legveszélyesebb nemzetbiztonsági kockázatnak, amely Magyarországot ma fenyegeti. A másfél évvel ezelőtt elmondott beszéd a Direkt 36 birtokába jutott, a múlt héten nyilvánosságra is hozták. Az ellenzék egyöntetően mondta azt ezután, hogy... Mondjon le! Távoznia kell a pozíciójából. Mit szól hozzá, hogy az országgyűlés elnöke az ellenzék tevékenységét nevezte az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatnak? Nem tudom, hogy olvasták-e végig ezt az ominózus beszédet. Szerintem abban minden kiderül. Azt hittem, a Városháza ügyről fognak kérdezni. Arra készültem. Akkor még egyszer, frakcióvezetőnek, mi a vélemény arról, hogy az egyik közjogi méltóság a titkosszolgálatok vezetői előtt az ellenzéket nevezte meg a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatnak? Idézni a mondatot, megtenni? Persze. A politika másik része pedig az önfeladó állam és önmarcangoló nemzet politikai hagyományának jegyében cselekszik. Melyik az egyik és melyik a másik? Igen, hát a magyar politikai osztályról beszél, nem pártokról. Politikát alakító emberekről 90 óta. Nem érdemes. Ezek a szavak sokkal súlyosabbak annál, mint hogy félreértelmezzék őket. Házelnök úr mindig nagyon pontosan és felelősségteljesen fogalmaz. Itt is biztosan ez történt. Ön egyetértene azzal, hogy az ellenzék tevékenysége nemzetbiztonsági kockázat? Azért, mert valaki baloldali, attól még lehet hazáruló. Viszlát. Az nincs rendben, hogy idáig fajult a magyar politika, hogy a két egymással szemben álló oldalnak a nemzetképe teljesen kizárja egymás szinte, teljesen más gondolunk a velünk szemben állókkal a nemzetről, a hazáról, a magyar családok megvédéséről, a magyar jövőről. Csak mi köze van ehhez a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, a titkosszolgálatoknak? Én szerintem nagyon fontos, hogy ahogy ezt egyébként a házelnök is a beszédében elmondta, hogyha ezt még egyszer mondom, egységében nézik, nem szavakat kiragadva, mert értem, hogy most ez a divat, hogy támadni kell bennünket minden lehetséges módon, mégis ha elolvassák a teljes beszédet, mégis ha megnézik azt, hogy mi hangzott ott el, akkor szerintem ez egyértelmű. Hát nézze, abban az esetben ez talán indokkal hangzott el, hogyha van az ellenzék körében szerinte olyan ember, aki nemzetbiztonsági kockázatot jelent, akkor indokol. Ön elképzelhetően tartja, hogy az ellenzék köreiben vannak olyan politikusok, akik tevékenyen más érdekeket szolgálnak ki, és nem a haza érdeket? Minden emberről elképzelhető. Nem lenne felháborodva, hogyha ártatlan politikusokat figyelnének meg a titkosszolgálatok Magyarországon? Maga megfigyelés még nem árt senkinek. Akkor árt, hogyha kiderül, hogy baj van a füle mögött. Az a szerencse, hogy ezeket a területeket, mint a titkosszolgálatok is, vagy a belügyminisztérium, nagyon sok és nagyon szigorú jogszabályok rendezik. A jogszabályok, az intézmények rendkívül fontosak, de a válsághelyzetekben mindig az emberi jellem, értékrend és solidaritás bizonyul a legfontosabbnak. Ha egy demokratikus országban a házelnök, egy közjogi méltóság a titkosszolgálatokat arra kéri, hogy az ellenzéket dolgozzanak az ellenzékre, erről mi a véleménye? Valószínűleg ez helytelen. Szerencsére soha senki nem kért ilyesmit egyébként Magyarországon. Tehát leszámítva a Gyurcsány korszakot. Ez 2010 óta nincs. Nem is tud rá példát mondani. A Pegazus egy olyan dolog, ahol ez fenn... Ne haragudjon, a Pegazus ügyet azt maguk találták ki. Nincsen Pegazus ügy Magyarországon. A múltkori sajtótájékoztatón ugye azt mondta, hogy a belügyminisztérium volt a Pegazus szoftver megrendelője. Sikerült-e tisztázni ezt a kérdést? Ha erről nyilatkoznék, akkor lehet, hogy államtitkosítást követnék el, azt önök se szeretnék. Megtette a múltkor államtitkot, sértett? Nem sértettem államtitkot, de köznapi értelemben beszéltem, és nem jogi nyelven, de tényleg nem tudok erről nyilatkozni. Csináljuk már úgy, hogy én kérdezek egyet, ön válaszol, és akkor én is válaszolok a kérdésre, oké? Okay? Ne csináljuk, mert én vagyok az újság, olyan egy országgyűlési képviselő, tehát, hogy nagyjából ez volt a tartalma Kövér László beszédének, egyetért ezzel? Tehát nekem azt kell csinálni, amit ön mond, ugye? Nem, a kérdésre kell válaszolni, vagy nem válaszolnia, ez a kérdés. Na, de én meg azt mondom, hogy csináljuk már úgy, hogy én fölteszek egy kérdést, és akkor majd eldönti, hogy válaszol-e rá, és akkor utána én viszont válaszolni fogok az ön kérdésre. Ez így megfelel?